megtisztelnének, ha csatlakoznának. Sziasztok, fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videónk témája pedig a Bad Batch lesz. Tudom, hogy egy korábbi videómban megígértem nektek, hogy csinálok egy videót, amiben benne lesznek az ARC harcosok, ARF trooperek és a Clone Commandósok, de előttük mindenképpen szerettem volna csinálni egy videót kifejezetten a Bad Batch-ről. Szóval vágjunk is bele. A Bad Batch-el a Clone Wars 7. évadában találkozhattunk először. A csapat mindenképpen Clone Commandós egység, tehát ilyenek. Annyi még, hogy ők egy különleges klón alakulat, mert hát hibásak. A nevük is a 99-es igazából, véleményem szerint, ha nem is az univerzumon belül, de igazából objektív szempontból mindenképpen 99-kére utal, aki egy génhibás karbantartó volt a Kaminón, és ők maguk is, tehát ennek a 99-es klónkommandónak a tagjai is génhibások. Annyi, hogy szerencsés genetikai mutációkkal bírnak, ami azt jelenti, hogy egy-egy adott dologban kiválóak más klónokhoz képest. 4 főből állt az osztag a Clone Wars ide vonatkozó sztori árkjának elején. Ők nem más, mint Hunter Őrnagy, Wrecker, Crosshair és Tech. Hunter Őrnagy különében igazából abszolút engem a Stallone által játszott Rambót idézi, annyi, hogy a bal arcát egy koponya tetoválás fedi. Különleges képessége, hogy érzékeli az elektromágneses mezőket. Én így kicsit így a madár köztönéhez tudnám hasonlítani a dolgot. A lényeg, hogy bármennyire is feltérképezetlen vagy mondjuk hibás a katonáknak adott térkép az ellenséges területekről, Hunter sosem téved el a csatamezőn. Hunter nevének jelentése egyébként vadász, szóval ez is abszolút ráillik a karakterre. Szerintem mondjuk mindegyiknek ilyen beszélő neve van, ahogy megszokhattuk egyébként is a Clone Wars-ban. Szóval a második alak, Wrecker, ő a romboló. Hát tipikusan az a fajta karakter, aki hát nem a csapat esze, de az biztos, hogy a fejben hiányosságait te fizikai erőben pótolni tudja. A fél szemére, bal szemére szerintem vak, legalábbis nem véletlenül homályosan fehér szürke a bal szeme, szerintem. Imád zúzni, és többször összetűzésbe tud keveredni Crosshairrel, aki a következő tag a csapatban. Nevének jelentése célkereszt. Ez igazából szerintem már mindent el is mond róla, tehát ő a csapat mesterlövésze, gyakorlatilag bármivel, bárhonnan, bármikor, bárkit le tud szedni. Crosshairre, ami kifejezetten jellemző, az, hogy nem annyira jó a humorérzéke, és ez is a probléma oka annak, hogy összetűzésbe tud keveredni Wreckerrel. És van benne egy olyan fajta hidegség, hogy nem egy kedves ember. Ami még erre rájön, az, hogy nem nagyon szívleli az általa csak Regs-nek nevezett hagyományos klónkatonákat. Ugye ez a regular clones, ők a standard klónok. Én nem igazán fordítanám reguláris katonáknak, vagy reguláris klónoknak, inkább standard klónoknak hívnám őket. Tehát igazából így a simák talán így lehetne fordítani. Majd kíváncsi leszek egyébként, hogyha egyszer kijön ehhez a sztorihoz szinkron, hogy mit kezdenek majd ezzel. És akkor az utolsó alak pedig a csapatban Tech, hát igazából ő a szaki, ugye a Tech műszaki, tehát hogy valamilyen erre utal a neve igazából. 3 szakterületen is kiválóan jeleskedik, mégpedig a technológiai ismeretekben, mérnöki ismeretekben, illetve profi kódfejtő is ezen felül. Na most, ahogy mondtam, ez az osztag különleges kísérleti alakulat, de egyébként a különleges erőkhöz tartozó klónkommandósokhoz tartoznak. Ebből kifolyólag a páncélzatuk is a Katarn páncélnak, Katarn osztályú páncélnak módosított egyedi változatai több viselik, és a fegyverük is vagy egy DC-17-es pisztoly, vagy egy DC-17M gépkarabély, illetve még ezt kombinálják késsel. Ez kés. Illetve egyébként Crosshairnek egy 773-as Fire Puncher mesterlövész puskája van.
Oké, a Clone Wars Unaccessi sztoriában úgy kapcsolódnak be a fő történetszálba, hogy Rexék azt észlelik, hogy az ellenség folyamatosan kiismeri a taktikájukat, és nem kell sokszor használniuk egy taktikát, gyakorlatilag az első használat után már következő alkalommal használhatatlanná válik a taktika, és hogy Rex gondolkozik ezen az egészen, ráébred, hogy igazából az összes taktikát ő meg Echo találták ki, és van egy olyan érzés, hogy Echo lehet, hogy él. És igazából tényleg igaza is lesz. A Lola Sion történt incidens után, amikor is Echo-ról azt hitték, hogy egy robbanásban meghalt, igazából a Technounió fogságába került a karakter, és kísérletezni kezdtek vele. És jelenleg az Unaccessen folyó csatában ő maga ad tanácsot a szeparatistáknak, nyilván nem szándékosan, hiszen a Technounió igazából úgy is tudta életben tartani őt, hogy ilyen mindenféle kibernetikus bővítményeket adtak a testéhez, illetve az agyához is. És igazából véleményem szerint őt abszolút így nem tudatosan, nem tudatállapotában használták a szeparatisták, hanem az agyának ezt a tudatalatti részét, ezt a vérbeli katonai részét. Természetesen az alakulattal, az alakulat segítségével végül is erre fényt tudnak deríteni, aztán pedig el is mennek kiszabadítani őt. Egyébként egy problémát itt felvetnék, ugye Watt Tambor Emir, a Technounió egyik tudósa, illetve vezetője, őt a Ryloti csatában elkapja a Windu Mester, és utána itt mégis szabad és él és virul, és ez így, hát nyilván valószínűleg kiszabadult közben, de azért ez egy megmagyarázatlan rész szerintem, amire később érdemes lehetne kitérni. A történetszál végén egyébként Echo ötödik tagként csatlakozik a bandához, és végül is hát pozitív véleményem szerint, hogy Echo, aki egy olyan árkharcos volt, aki szerintem az évadok során hozzánőtt a szívünkhöz, és így végül is valószínűleg ő is túlélte a klónháborút. Kíváncsian várom, hogy vele majd mit fognak kezdeni, ha kezdenek egyáltalán valamit. Ami érdekes és egyben furcsa volt számomra, hogy amikor rákérdeztek, hogy az osztag honnan kitől kapja a parancsait, tehát hogy pontosan ki alá is tartoznak a hadseregen belül, akkor Hunter úgy válaszolt rá, hogy hát ki tudja, és az olyan, hát azért a valóságban egy hadseregben csak tudod, hogy ki alá tartozol. Persze lehet arról szó, hogy itt egy olyan dologról van szó, hogy titkosító csatornákon kapnak infót arról, csak akkor honnan tudják, hogy kinek és mikor kell engedelmeskedni? Szerintem ez egy ilyen érdekes kérdés, és abszolút nem kötekszem ezzel, hanem érdeklődve várom, hogy kifejtik-e ezt egyáltalán. A csapat neve egyébként eredetileg Clone Force 99, és hát én próbáltam ezt többször normálisan lefordítani, de hát elég hülyén hangzik az, hogy 99-es klón erő, mert ugye maga ezt a Force ebben az esetben, hogy hadsereg részéről beszélünk, nem nagyon használjuk a magyarban. Maximum a Special Forces-ra mondjuk azt, hogy különleges erők egységei. És igazából a klón kommandósok valóban, hogyha rákerestek ti is a Wikipédián, azt fogjátok látni, hogy a különleges erőkhöz tartoznak. Ennyi. Jó, ahogy ígértem, még lesz egy olyan videó, ami kifejezetten azt a három egységet fogja bemutatni, amit elmondtam, tehát az ARF trooperek, klón kommandósok és az ARC harcosokat. Ez a videó ennyi lett volna mára, de mielőtt elmennél, írd le, hogy neked ki a kedvenc karaktered a Bad Batchből. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erről legyen veletek. Sziasztok!